A Szerencsi Cukorgyár bezárásának 11. évfordulóján március 11-én megemlékezést tartott a Város Önkormányzata, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár az egykori létesítmény tiszteletére létrehozott cukorgyári emlékparkban. A Mátra Cukor Zrt. német tulajdonosa 2008. március 10-én jelentette be, hogy megszünteti a cukorgyártást, és a nagymúltú üzem végleg bezárja a kapuit. A gyár a város életének, fejlődésének meghatározó ipari létesítménye és egyben jelképe is volt. A szerencsi és környékbeli emberek több generációja kereste itt a kenyerét, amelynek megszűnése miatt több százan veszítették el állásukat, megélhetésüket. Az emlékezése Nyíri Tibor a város polgármestere osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, aki szólt arról, hogy a múlt, a jelen és a jövő van itt jelen. A múlt az a közel 120 kampány, amit az 1889-ben megépített gyár felhőtlenül teljesített, és a város reménysége volt, azonban ez pillanatok alatt semmivé vált. Hozzátette, egyetlen százezer tonna közeli kaposvári gyár maradt meg Mementónak. Az emlékezés mellett azonban fontos, hogy a jövőt építsük. Az elmúlt 11 évben azon dolgoztak, hogy azt a veszteséget, amit a szerencsi cukorgyár bezárása jelentett, enyhíteni tudják. Az önkormányzat közel 20 Európai Uniós pályázatot nyert el, amelyből kettő az egykori cukorgyári területek ipari fejlesztését teszi lehetővé, mint egy másfél milliárd forint értékben. Ez a megújulás az elkövetkezendő egy-két évben meg is fog valósulni. Kamion, parkolók, utak, teljes infrastruktúra fejlesztés, olyan 3-4 hektáros területek, amelyek lehetővé teszik az ide települni vágyó vállalkozóknak azt, hogy megindulhasson a termelés. Pallai Miklós az egykori cukorgyár utolsó vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy ez az alkalom nem ünneplés, hanem megemlékezés. Sokan azért nem jönnek ide, mert a gyár bezárásán nincs mit ünnepelni. 2019. március 10-e a gyár születésének 130. évfordulója is egyben. Ahogyan a szeretteinkről, úgy az egykori munkadóhelyről is meg kell, hogy emlékezzünk. Hozzátette, fontos, hogy gondoljunk azokra, akik ezt az emlékparkot létrehozták, örök mementóként, hiszen amíg élünk, valamint utána is, nem csak nekünk, de az utódainknak is emlékezniük kell arra, hogy itt egykoron sok embernek életet, munkát adó gyár volt. Az esemény hangulatát a szerencsi férfikar édesipari énekei színesítették tovább a megjelentek előtt rózsához jár minden éjszaka. Robogtati a cukrot, édesíti a csókot, édesíti hajjalra. Még pedig az, még pedig az ajkamra. A cukorgyári emlékparkban megrendezett összejövetel végén Szerencsváros önkormányzata, a Szerencsi Férfikar egykori cukorgyári férfikórus, a Szerencsi Szakképzési Centrum és az Emplini Múzeum képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.